Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Pentár Technika órája, én Cippel Judit vagyok, és most egy kancsot fogok díszíteni, méghozzá rozsda és patina festékszettel. Ezt szeretném nektek megmutatni, lássunk hozzá, hogy hogyan is alakul a dolog. Én elalapoztam a kancsot, de hogyha ti otthon másmilyen alapra dolgoztok, azt azért elmondom, hogy mindenképpen jó, hogyha a tárgyakat ne alapozzuk, erre tökéletesen alkalmas a acryl primer, hogyha egy ilyen kezeletlen kerámián agyagon dolgoztok, amilyen ez a kancsó is volt. Hogyha mázas kerámián dolgoztok, akkor azért azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha a bonding primert választjátok. A lényeg az, hogy egy alapozás mindenképpen kell. Alapozás után most azt mutatom meg nektek, hogy hogyan díszítjük tovább. Ehhez úgy gondoltam, hogy jól mutatna, mert az eléggé olyan kis érdekes fazonú kancsó, vagy nem is tudom minek hívjam. Ehhez ilyen túlsnasz, túl mezei az egész. A rozsda mellé, illetve a rozsda és patina mellé fogok használni egy kis csipkét, amit előre elkészítettem, de megmutatom nektek azt is, hogy hogyan készítjük ezt fel hozzá, ha valaki nem tudja, vagy valaki nem használta még ezt a ilyen fajta csipkét, akkor most megmutatom első körbe, hogy tehát elsőnek lealapoztuk a kancsót, vagy azt a felületen, amin szeretnénk kialakítani ezt a rozsdahatást. Azt is még szeretném elmondani, hogy ma azt szeretném, hogyha a rozsda festéket tudnám nektek megmutatni, illetve a patina festékszettet. Ugye ez abba különbözik, hogy a rozsda és patina effektektől, illetve a, bocsánat, nem, a reagensektől, hogy ezzel a rozsda és a patina hatást imitáljuk, a reagensekkel pedig a valós rozsdát, illetve patinát tudunk kialakítani. Most a festékszettet használom. Majd a festéséhez, színezéséhez először megmutatom azt, hogy hogyan készül a csipke hozzá, amit később fölragasztunk. Nagy trükk nincs benne. Én most a gesszót, a primer pasztát fogom használni, méghozzá fehéret, de ebbe a primer pasztába létezik a fekete, az is nagyon jó hozzá, illetve, hogyha valakinek nincs otthon ez a primer paszta, akkor tökéletesen megteszi a modell paszta is, mert azzal is nagyon szép csipkét lehet kialakítani. Most semmi más nem történik, csak annyi, hogy ezt a szilikon formát, ezt kitöltjük a gesszóval, és félre tesszük száradni. Azért készítettem el előre, mert annyi idő nincs, hogy megvárjuk ennek a száradását, teljes száradását, úgyhogy azt egy picikét hamarabb elkészítettem, de gyakorlatilag a lépései az ugyanaz lesz. Tehát így szépen kitöltjük az egészet és félretesszük száradni. Ha teljesen megszáradt, azért jó, hogyha mondjuk egy, nem is tudom, egy napot, de pár órát mindenképpen, nyilván a vastagságától függ, hogy mennyi ideig hagyjuk száradni. De hogyha mondjuk este elkészítitek és éjszakára hagyjátok száradni, akkor másnap reggel nagyon szépen, gyönyörűen ki lehet emelni a formából. Ezt csak egyszerűen beletöltjük, szépen eligazgatjuk, hogy ne legyenek benne ilyen buborékok, lehúzzuk a felesleget, és gyakorlatilag készen is van a minta betöltése. Úgy kitöltése. Így olyan felület, nem felületet, hanem olyan hatást érünk el, mintha tényleg egy csipke lenne az egész. Ha nem próbáltátok még ki, akkor mindenképpen próbáljátok meg, mert nagyon klassz dolog. Nagyjából ennyi, és akkor ezt szépen félre tesszük száradni.
hogyha olyan ügyetlenek vagytok, vagy lennétek, mint én, most itt ezzel, hogy egy kicsit ilyen összemaszatoltam a szélét, akkor azt nyugodtan ne lehet még törölni, én ezt most csak ide félreteszem. És tehát száradás után egyszerűen kiemeltem a szilikonformából, és már is lehet ragasztani a kezelendő felületünkre. Ezt most én kicsit előre rászaptam gyakorlatilag, hogy ne kelljen azzal töltenem az időt, hogy most farigcsálom rá, de annyira rugalmas, annyira jó, jól vágható marad ez az anyag, hogy nyugodtan lehet belőle igazítani, hogyha valami nem pont oda illeszkedik, akkor nyugodtan méretre lehet szabni. Úgyhogy most első körben, tehát az alapozás megvolt, első körben az Express ragasztóval fel fogom ragasztani ezt a szilikoncsipkét, mert ezzel egy picit elegánsabbá tudjuk tenni a felületet. Persze, amit egy picit majd összerondítunk, a idézőjeleket mutogatok most, összekenünk a rozsdával, mert a rozsda ugye nem túl elegáns dolog, de azért mégis. Még annyit szeretnék elmondani a rozsdáról, illetve a rozsda és a patina festékszetről, hogy ugye általában a természetben nem fordul elő együtt ez a rozsda és patina, de mostanában azért nagyon divatos, nagyon sokan előszeretettel használják, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a rozsda lesz a fő irányvonal, inkább rozsdás lesz a felületünk, de egy picit megbolondítjuk a patinával, mert az olyan nagyon szépen mutat együtt az a két szín. Úgyhogy most egy picit a természetességtől elrugaszkodva, de azért összességében a színeket, ha az összességében a színeket nézzük, akkor nagyon szép hatást tudunk úgy elérni. Picit az ujjammal elkenegetem a ragasztót, hogy ne legyen egy kupacba, hanem kicsit eloszlatom, és aztán ezt mondom, ezt már én kivágtam méretre ezt a szilikon csipkét, és egyszerűen most fölragasztom. Első körben arra gondoltam, hogy majd levágom a szélét, hogy ne lógjon itt ki, mert itt ugye van a csőre, és akkor nem fog szépen oda simulni nekem, hogyha ezt nem vágom le. De annyira szép itt a széle, hogy úgy gondoltam, meghagyom, és egyszerűen majd csak így ráfordítom, és megpróbálom úgy ráragasztani. Ez a gesszú csipke enged annyit, rugalmas marad annyira az anyag, hogy egy picit, hogyha ráhúzzuk, picit ráfeszítjük, akkor nagyon szépen oda tud simulni még az olyan kicsit hullámosabb vagy egyenetlenebb felületre is. Úgyhogy bátran egy picit lehet nyújtani. Ugyanúgy a modellpasztával készíti el valaki, akkor ugyanaz érvényes, mert a modellpaszta is egy nagyon jó kis rugalmas marad, azzal is nyugodtan lehet picit nyújtani, és aztán szépen összeilleszteni a mintát. Tulajdonképpen ezzel meg is vagyunk. Nagyon szépen felfekszik rá, pedig van benne ebbe a kis kancsóba van egy kis hupli, és mégis milyen szépen fönn marad rajta, tehát hogy szépen bele tud, oda tud illeszkedni a kis domború vagy mélyebb részekbe is bele tud ülni, hogy nagyon szépen föl lehet így applikálni. Aztán úgy gondoltam, hogy ezt is így szépen ráragasztom, ráfordítom, lehet, hogy még ide kell egy kicsi ragasztom. Tapad meg ilyen gyorsan, sosem a gesszó csipke. Hát szerintem elegendő ragasztót kell alányomni, hogyha a ragasztásra gondolsz. De hogyha arra gondolsz, hogy
hogy nem szárad meg elég gyorsan, vagy nem tudom. Nem tapad meg. Ott csak annyi lehet a probléma, hogy nincs elég ragasztó alatta. Tehát egy picit több ragasztót kell alátenni, és akkor meg fog szépen ragadni. Ez egész biztos. Az az Express ragasztó egyébként szenzációs. Nagyon sok mindent, szinte majdnem mindent ezzel ragasztok. Én megmondom őszintén, még a kis komódomnak a hátulját is ezzel ragasztottam föl. Igaz, utána egy-két ponton megtűzdeltem, de nagyon szépen még azt is oda ragasztotta. Úgyhogy nézzétek meg, hogy gyönyörű szépen oda ragadt. Tényleg, még ezekben a mélyedésekben is nagyon szépen illeszkedik. Picikét rá kell nyomni, és teljesen jó. Megmutatom még itt az illesztésnél is, milyen szépen oda ragadt. Tehát nem nagyon lehet látni, hogy hol illesztettem. Gyönyörű szépen oda tapadt. Ha tocsog alattal ragasztó, akkor az sem jó, tehát azért túlzásba sem szabad vinni. Ha az ujjaddal elengeded a ragasztót, akkor biztos annyi marad a felületen, ami pontosan elég lesz ahhoz, hogy az oda tapadjon. Az sem jó, mert az is kiválthatja azt, hogy nem tapad oda rögtön. Ahogy mutattam most az előbb, picit az ujjunkkal, ha eloszlatjuk a ragasztót, akkor biztos, hogy szépen oda fog ragadni. Igen, ez kerámia kiöntő, nagyon régi darab, csak most úgy döntöttem, illetve úgy alakult, hogy ez is sorra kerül, úgyhogy ezt is egy kicsikét megdizájnoljuk. A felületére, tehát a ragasztónál is azért picikét jó lenne várni, hogy száradjon, egy picit húzzon meg, de én most itt nem várok vele sokat, illetve nem várok vele. A felülettől is függ, igen, köszönöm szépen Szilvi, felülettől is függ, hogy mire ragasztod. Nyilván egy mázas kerámiánál sokkal nehezebben fog odaragadni. Egy netszívó felületen mindig jobban odatapad, illetve mindig sokkal könnyebb dolgunk van, mert nyilván jobban egymásba szívja magát a két anyag, vagy hát szóval igen, és sokkal egyszerűbben, gyorsabban tud kötődni. Megfelelő alapozás, ezért is fontos, mert igazából ugye az alapozóra ragad rá, de ettől függetlenül, hát nem tudom, biztos, hogy itt is van egy pici eltérés, hogyha egy mázas kerámiát alapozunk, és hogyha egy olyat, ami kezeletlen, hát nyilván biztos, hogy sokat számít az is. De mindenképpen azt gondolom, hogy a ragasztóból az sem jó, hogyha túl sok, az sem jó, hogyha kevés. Nyilván mind a kettőnek az lesz az eredménye, hogyha túl sok, akkor kifolyik alóla, és azért nem fog megtapadni, mert nyilván a több anyag nehezebben szárad meg, és több idő kell neki. Ha meg kevés, akkor meg azért nem, mert kevés és nem elegendő. Jó, tehát megvan a gesszócsipkénk. Most annyit fogok csinálni vele, hogy egyszerűen a csipke résznél ecsettel fogom átfesteni, azért, hogy a kis mélyedésekbe is szépen beleüljön a festék. A delikét festékkel, az ezüst delikét festéket fogom használni, de bármilyen másik ezüstös színű festék is megteszi, hogyha nincs pont a delikét, sőt, majd a végén egy picit még sötétítek is a felületen. Most nem kell arra törekedni, hogy gyönyörű szép egységes legyen az egész, mert ugye megyünk rá, ez csak egy alapszín lesz. Erre fogunk még a rozsdával dolgozni, és éppen hogy csak ki fog alóla látszani, úgyhogy annyira nem fontos, hogy nagyon szép egységes legyen az egész. Inkább tényleg most csak az, hogy ne a fehér, hanem egy valamilyen fém színű. És miután a rozsdát használjuk, így a vasnak megfelelően, tehát a vas színeinek megfelelően próbáltam most ezt a színt kiválasztani. Nem pont vas színű, de fogjuk rá, hogy fém színű.
Nem tudom, hogy a kancsó belsejét hogy fogom lefesteni, illetve hogy fogom megoldani, mert igazából elég mély az alja, nem biztos, hogy odáig leérek az ecsettel, úgyhogy lehet, hogy pont ezért nem is fogom a belsejét festegetni, csak egy perem részéig. Azt majd később befejezem, most azzal nem foglalkozok, hanem inkább csak a szépítéssel foglalkozunk most. Nagyon jó ez a delikét festék, mint gyönyörű szépen fed, egy rétegben is hihetetlenül szépen fed, és pillanatok alatt lehet vele haladni. Azért azt elmondom, hogyha ugye metál festékekkel, fényes festékekkel dolgozik az ember, akkor kicsit odafigyelősebben kell kenni a és jó ecsetet kell hozzá választani, tehát minél puhább ecsetet, puhább szőrű ecsetet, mert azzal lehet szépen teríteni, azzal lehet szépen csíkmentesen festeni. De ahogy mondtam, az előbb itt most nekünk nem az a cél, hogy gyönyörű szép csíkmentes legyen, hanem hogy legyen egy alapszíne a kis kancsónak. Nem tudom, mennyire látszik a képen, de bizony elég csíkos, eléggé kis furcsán néz ki, de mindjárt szép lesz a rozsd, a festékkel nagyon szép lesz. És még egy picit a ragasztó még ragad is. És nagyon gyorsan szárad, igen, nagyon gyorsan szárad. Na hát ez jó csíkos, de se baj, mert ez most nekünk egyáltalán nem probléma. Igyekezünk mindenhol befesteni, hol fogjalak meg. Hogyha a ragasztó esetleg kifolyik a csipke alól, a gesszó csipke alól, akkor azt szépen le lehet itatni egy kis papírtörlővel. Nem szép, hogyha kilátszik a ragasztó alóla. Nem látszik csikosnak, ennek örülök, hogy nem látszik csikosnak, pedig nagyon csikos, mert most nem figyeltem oda, hogy gyönyörű, szép, egyenletes legyen a felülete, de azt hiszem, hogy ez így, úgy gondolom, hogy ez most így jó lesz. Oké, megvan nagyjából ez a, nevezzük úgy, hogy fém színt adtunk a felületnek. Picikét azért, hogy ebbe is legyen egy kis csavar. Most fogom használni az ólom színű metálfestéket. Ebből egy kicsit belepamacsolok, szó szerint csak belepamacsolok egy kicsit, mert azzal is adunk neki egy kis árnyalatnyi különbséget. Úgyhogy. Itt sem számít az, hogy mennyire foltos, nem foltos, csak egy kis, tényleg csak egy kis árnyalatot adunk neki azzal, hogy egy picit sötétebb színnel belemegyünk, de akár még egy fekete akril is megfelel. Így egy fém alapot imitálunk a rozsdás hatás kialakítása előtt. De jó, aranyosak vagytok, nekem már most is nagyon tetszik, Viktória. Hát ez még tényleg csak az alap, és majd megmutatom mindjárt közelebbről is, hogy ez még olyan kis hánya vetett az egész, de nagyon szép lesz. Ezek a foltok nagyon jól fognak jönni nekünk a rozsdás hatás kialakításánál. Csak itt ott, ahol érjük. Tehát itt most gyakorlatilag semmilyen szabály nincs arra, hogy hová tegyük ezt a festéket, most csak tényleg, ahol úgy gondoljuk, hogy
jól fog kinézni, oda tegyünk egy kicsit, hogy ne egy ilyen kályha ezüst-szerű fémünk legyen, hanem egy kicsit ilyen foltosan, kicsit életszerűbb legyen, úgy mondom. Na hát ez igazán jó kis foltos lett. Azt hiszem, hogy ennyi elég is. Ez tényleg csak azért, hogy egy pici, ezzel is egy kicsikét a rozsdás hatást, ugye majd ami átlátszik alatta, azt egy picit erősítsük ezzel. Tulajdonképpen el is érkeztünk odáig, hogy jön a rozsda hatás kialakítása. Én azt gondolom, illetve én azt mondanám nektek, hogy itt nem nagyon van szabály, talán csak egy, Az pedig az, hogyha ezeket a festékeket, ezeket a színeket használjuk, amit én szintén őket is nagyon szeretem, tulajdonképpen foltokban kell megfesteni, és az a lényeg, hogy ne egymásra fessük, egy picikét belemegyünk egyik színből a másik színbe, de ne keverjük össze az összes színt, hanem az egészet felváltva vigyük felül a felületre. Mutatom, hogy hogyan gondoltam. Ezt olyan félbe mutatom meg, és legszívesebben el is dugnám. Ez egy nagyon-nagyon régi szivacs, fürdőszivacs darabom. De azért szeretem, mert egy picikét ilyen lukacsos, egy nagyon kis öreg, nagyon kis agyon használt, de imádom, egyszerűen nem tudok megszabadulni tőle, már párszor gondoltam rá, hogy kidobom, de annyira jó szolgálatot tesz, hogy nem vagyok képes kidobni. Úgyhogy én ezt szoktam használni, amikor ilyen pamacsolok, és ilyen foltokba viszek fel festéket, akkor ezt a szivacsot nagyon-nagyon szeretem. Ez semmi más, egy egyszerű, sárga színű volt ugyan, de már a festékek befogták, egy egyszerű fürdőszivacs, és azzal szeretek nagyon ilyen hatásokat kialakítani. Jó, lássuk, vegyünk ki a kis tubusokból, nyomkodjunk ki mindenféle színből, illetve ezekben a festékszedbe található színekből, és hát én azt mondom, hogy felváltva, ízlés szerint kinek hogy tetszik, illetve ki melyik színt szeretné jobban látni, abból foltokban többet fölrakni. Megpróbálom mindjárt ki nyomkodni és mutatni, hogy hogyan szoktam én. A lényeg az tényleg csak annyi, hogy ne fedjük le a festékeket, ne egyiket a másikkal ne fedjük le, hanem szépen sorba minden színből használjunk, és egy picikét mindig az előző színbe belemenve a szivacsal úgy lehet a legszebb hatást elérni szerintem. A festékszedben található egy ilyen 3D por, az is nagyon jó, és tényleg nagyon klassz felületet lehet úgy kialakítani. Én ezt most nem fogom használni, mert annyira nagyon rozsdásra, annyira nagyon markánsra nem szeretném, hanem inkább most csak a festékeket használom. De hogyha bárkinek kedve van, akkor nyugodtan lehet azokat is, mert tényleg szenzációs, jó pofa hatást lehet elérni vele. Ezt a kis szivacs darabkámat egy nagyon-nagyon picikét bevizezem, éppen hogy csak, és fölveszek belőle a barna színből, picit bele nyomkodom a szivacsba, másik végére fölveszek a vöröses barnából, azt hiszem az a neve, és egyszerűen elkezdem megfesteni, átpamacsolva az egészet. Azt hiszem, hogy ez a leghelyesebb, vagy legmegfelelőbb kifejezés, hogy pamacsolni, mert gyakorlatilag itt tényleg csak arról van szó, hogy pamacsolunk egy kicsit. Oda lejjebb nem megyek, majd oda mindjárt megmutatom, hogy hogyan fog oda kerülni még rozsda. Picit fölveszek a szivacsa, nem mosom ki a szivacsot, hanem fölveszek másik színből, és oda is egy-egy pöttyöt teszek. De azt mondtam az előbb, hogy nem az a cél, hogy egyik színt a másikkal lefedjük, hanem ilyen foltokba alakítsunk ki színeket. Tehát hagyjuk meg a foltokba a vöröses barnát, a sötétebb barnát, csak
azért jó így dolgozni vele, mert így egyszerre gyakorlatilag elég jó nagy felületeket tudunk lefedni, ha így dolgozunk vele. Ahová nem férünk oda a szivacsal, természetesen ott egy picit a ecsetet is bevethetjük, és nyugodtan lehet ecsettel is pamacsolni. Találunk egy kicsi ecsettel, de mindjárt meg lesz. Erre tökéletesen jó egy ilyen nagyon használt ecset is, mert nem festeni fogjuk szép egyenletesen, hanem pamacsolni fogjuk ezzel is. Úgy ilyen abszolút öreg kis ecsetet teljesen jó ilyenkor bevetni, mert nagyon szépen lehet vele így pancsolni, pamacsolni. Hogyha valahol úgy érzitek, hogy kevés a szín, akkor nyugodtan egyesével föl lehet venni, nyugodtan egy picit bele lehet menni. És igazából ízlés dolga, tényleg ízlés dolga, hogy ki melyik színt szeretné jobban látni ezen a kis rozsdásnak imitált felületen, az abból használjatok többet. Úgyhogy én most ide egy kicsit ebből a... Mindjárt mondom, hogy ez milyen szín. Okker. Itt nem férek hozzá annyira a szivacsal, úgyhogy egy kicsit ezzel az ecsettel próbálom kialakítani. Egész helyes színeket kapunk ki, olyan érdekes. Száradás után egy picit más lesz a színe a festéknek, illetve ennek az egyvelegnek, mert a száradás után látszik igazán, hogy mennyire jó kis árnyalatokat ad ez a ezeknek a színeknek az összessége. Ágota az alapszín, tulajdonképpen hát bármi lehet, olyan formában lehet bármi, hogy ami a fémekre hasonlít, tehát ugye ha a rozsdáról beszélünk, az általában vas felületeken alakul ki. Ha a patina hatást nézzük, akkor az pedig a részfelületeken alakul ki. Ezért én azt gondolom, azért vettem elő az ilyen ezüstös színű festékeket, mert akkor tudom a rozsdás hatást szebben vagy hitelesebben kialakítani. Mónika Barac, melyikre gondolsz itt erre a színre? Ez a vörös agyag. Egész pontosan. Ebben a festékszetben mindegyik megtalálható, úgyhogy ha egy ilyen festékszettet szereztek be, akkor ebbe az összes szín felelhető, tehát mindegyik benne van. Megmutatom, hogy mennyire helyes. Az alapszínnek igazából csak azért van jelentősége, mert tulajdonképpen majdnem befestjük, tehát annyira nem is nagyon fog látszani, csak itt azért előbukkan, úgyhogy tulajdonképpen más szín is jó, tehát én azt gondolom, hogy nem von le az értékéből más szín se. Csak biztos más hatást fogsz kapni, hogyha esetleg más árnyalatokat választasz. Egész helyesen kezd alakulni. Nem kell félni a színektől, nyugodtan lehet kísérletezgetni, nyugodtan egymással lehet pancsolni, csak ne mossuk össze a színeket, tehát felváltva lehet használni ezeket a színeket, ami benne van a festékszetben, csak ne fedjük le egyik színt a másikkal. Jó, én ilyenkor, ha nem akarom tovább ilyen sűrűn, tehát teljesen lefedni azt a felületet, amin még szeretnék tovább dolgozni, azt szoktam csinálni, hogy még itt egy picike
víz kimaradt. A rozsdás és a patina hatásnál azért nem árt figyelembe venni azt, hogy nagyjából ott kell berozsdázni vagy patinázni a felületet, ahol alapvetően is rozsdásodna jobban egy telt. Most így egy kanna esetében én azt gondolom, hogy ha esik rá az eső, akkor valószínűleg itt a tetején biztos jobban éri az eső, és jobban elkezdene rozsdásodni, itt a peremén szintén, a füleinél szintén, és az alján, ahol megáll esetleg a víz, ott is biztos, hogy jobban kialakulna a rozsda. Úgyhogy ha olyan természetes hatást akar elérni az ember, akkor esetleg még ezeket így figyelembe lehet venni, és akkor biztos, hogy nagyszerű hatást fogunk elérni a festékszettel is. Tökéletesen alkalmas ez a festékszett erre szerintem. Nagyon szépen dolgozik velünk együtt. Száradás után egy picit mattabb, illetve kicsit tompul ennek a vörösnek a színe, és tényleg olyan szép természetes lesz, mintha tényleg rozsdás lenne. Picit bele rondítok a sötétebben, hogy még természetesebb hatása legyen. Itt egy kicsit inget vele. Okerra. Végén, nem sokára elérkezünk oda, hogy az utolsó simítások a rozsda színből. A végén én még úgy szoktam ezt befejezni, hogy megmarad a szivacs, fölveszek hozzá egy picike vizet, ne torcsogjon benne, de jó, bőven nedves legyen, és amikor picikét bele nyomkodom a festékbe, vagy a szivacsba, akkor még ott, ahol kimaradt, nagyon finoman átitatom, vagy átkenegetem, átpamacsolom, így mondom inkább, és ott is rozsdás hatás fog kialakulni, de miután nedves a festék, vagy hígított a festék, így egy nagyon érdekes, fura hatása lesz. Picit átlátszik az ezüst, de letompítottuk az ezüst hatást a festékkel. Hangot, Andikám, nem hangosan, megpróbálok hangosan beszélni. Megpróbálok hangosabban. Igen, ezt szoktam mondani, bocsánat, tehát hogyha én elkezdek alkotni, akkor egy idő után elcsendesedek. Annyira koncentrálok arra, amit csinálok, hogy egyszerűen csendben maradok, vagy nagyon elhalkulok. Bocsánat, de szóljatok nyugodtan, és akkor próbálom emelni a hangomat. Vagy hangosan beszélek, vagy szépen dolgozok. Látjátok, hogy egy picit elkezd megfolyni a festék attól, hogy ugye fölvizeztem az a szivacsot, és ennek megint csak lesz egy ilyen nagyon érdekes, fura kis hatása. Én nekem ez a hatás is nagyon-nagyon tetszik, tehát én imádom az ilyen kicsit megfolyós, mert ebben semmi szabályosság nincs, és pontosan az tetszik benne, hogy nem szabályosan, hanem csak ilyen kis foltokban megfolytan, úgy, mint a természetben, úgy néz ki a festék rajta. Látható így? Azt hiszem. Azt mondtam, hogy olyan helyeken, ahol megülne a víz, ott rozsdásodik jobban, hát akkor itt még pamacsoljuk be, mert itt még kell egy kis rozsdának lennie. No, én erre egy picit majd mindjárt rászárítok, hogy ne kelljen várni nagyon sokat, és nem tudom nektek mennyire tetszik, én ezekért a hatásokért teljesen oda vagyok. És nagyon-nagyon szeretem. Ezt a hatást fogjuk még turbózni
patinával. Ugye azt mondtam, hogy a patina az tulajdonképpen így ebbe a formába összességében nem szokott előfordulni, de most nagy divat az, hogy a patinát keverik a rozsdával, és én is bevallom, nagyon szeretem azt a hatást is, úgyhogy azt megpróbálom mindenképpen még itt egy kicsikét felturbozni ezt a csipkés részt. Elfelejtettem ide készíteni, bocsánat, a nagy izgalomba és a nagy készülődésbe a hajszárítót, úgyhogy mindjárt kapok egy hajszárítót és meg is szárítom. Nektek hogy tetszik az ilyen kis megfojt történet? Látszik egy kicsit alatta az ezüst, csak ezért volt jelentősége, hogy ne egy fehér szín kandikáljon ki a festék alól, hanem egy egészen fémhez hasonlító. Már is rászárítok, addig egy kicsit zörögni fogok, bocsánat, de nem sokáig tart, amíg átszárítom egy kicsit. Nagyon örülök neki, hogy tetszik nektek. Én is nagyon szeretem, és annak aztán tényleg nagyon örülök, hogy más is így van ezzel. Picit ezt lejtatom, de csak azért, mert már nem akarom tovább zúgatni a hajszárítót. Szóval szerintem így nagyon cuki lett a felülete. És ehhez most egy nagyon pici patinát használunk, tényleg csak nagyon picit, hogy ezt a rozsdásságát, ezt a markánságát egy picit megtörjük, az pedig szintén most a festékszettel és a patina festékszettel fogom kialakítani. Hát szerintem azt hiszem, hogy most az a két festék elég, most csak a... Mondom már is, hogy melyik szín, hova van írva. Eltűnt. Szerintem ez a türkiszkék, igen, türkiszkék, és azt hiszem, hogy ez pedig a menta, így van, ezt a két kéket fogom használni, illetve, hogyha megtalálom már is a fehér festékemet, azt hiszem, hogy még a fehér festékből is fogok egy nagyon picit használni, de éppen, hogy tényleg csak nagyon picit. Jó, egy nagyon picike a türkiszkékből, egy nagyon pici a mentából. Itt is egy teljesen kis elhasznált ecset, ez teljesen jó. Nem kell új ecsetet bevetni, hanem minél öregebb, annál jobb, mert annál jobban szétállnak a szőrszálai, és annál szebben tudjuk ezt így kialakítani. Nem találok most olyan ecsetet, amire gondoltam, de mindjárt. Hát szerintem ez is jó lesz, hogy ez, amit használtam. Na szóval, picike fehéret azért teszek bele, hogy világosítsam a türkiszkéket és a mentát. Én azt gondolom, hogy így is lehet-e hagyni. A akril festékek azok vízhatlanra száradnak, tehát miután ez nem egy használati tárgy, hanem egy dísztárgy,
semmi baja nem lesz, de azért mindig azt szoktam mondani, hogy egy tárgynak a befejezése az mindenképpen jó, hogyha esetleg lelakkozzuk, mert biztos, hogy sokkal könnyebb lesz törölgetni róla a port, és stb. Stb. Úgyhogy én biztos, hogy lelakkozom, de hogyha nem akarjátok, akkor végül is így is le lehet törölgetni, nyilván ezt nem fogjuk mosogatógépbe berakni meg agyon súrolni, de az azért az mindenképpen szerintem az a legbiztosabb, hogyha az ember kicsikét lelakkozza. Az biztos, hogy nem árt, majd azt is megmutatom, hogy mivel. Ebből a patina színből csak éppen, hogy egy picit, most lehet, hogy nem annyira látszik, hogy pici, de pici, mondjuk tényleg nem olyan nagyon sok, és egyszerűen ebben víz van, ez egy testpermet volt, egyszerűen ráfújok vele, picit várunk, amíg elindul a festék abba az irányba, amiben szeretnénk, és már is lesz rajta egy kis patina. Tehát, hogyha van otthon olyan flakonotok, amiben volt testpermet, vagy másik flakon, ami kiürült, ami lakkos flakon, ami kiürült, akkor azt nyugodtan lehet használni hozzá. Nagyon jó célt szolgál. Nagyon szeretek vele dolgozni. Ugye, hogy már is nem olyan markáns a színe, a barna, mennyire megtörhető ezzel a kis türkiszkékkel, meg ezzel a kis mentával, annyira kis helyes színe van így. Nem tudom, hogy ti mit szóltok hozzá, de nekem ez így abszolút tetszik. Főleg az, hogy ilyen teljesen sejtelmesen folyik le magától az anyag, és nem irányítom olyan szinten, hogy ecsettel, hanem csak ahogy a nedvességet kap, és amit ő akar, amerre akar ő futni, arra fut, és ettől olyan kis érdekes. Azt hiszem, hogy talán már lassan elég lesz a patinából. Igazából azt hiszem, még oda rakjatok, hogyha magatoknak elkészítetek, ahová úgy gondoljátok, hogy még jól mutat, ahol még ízléses, ahol esetleg szépen mutat. Én ebből most így nagyon túlzásokban nem szeretnék esni, mert mégiscsak rozsdás felületet szerettem volna kialakítani. Csak egy nagyon picikét megtörni ezt az egész barnaságát, a rozsdának a barnaságát ezzel a kis türkisz árnyalattal, úgyhogy nézzétek meg, hogy milyen érdekes, mennyire különleges kis színe van így, hogy egy picit megfolyattuk, hogy egy kicsit csak ide-oda tettünk, egészen más hatása lett. Azért fogom ilyen két ujjal, mert még egy kicsit nedves azért ez a festék, és minden festéknek ugye azért jó, hogyha megvárjuk a száradási idejét, az fontos betartani, de azért remélem, hogy így is látható. Ezt a felületet én mindenképpen le fogom lakkozni, lehet, hogy most így nem lakkozom le azért, hogy ne kelljen zörögnöm a hajszállítóval. Hogyha matt felületet szeretnétek, és mondjuk puha tapintású felületet, akkor nagyon jó, ezzel a Decor Paint Soft, vagy Decor Varnish-el le lehet lakkozni, ez a Soft Touch lak, az a puha tapintású lak. Tényleg olyan a tapintása, nagyon finom, puha, bársonyos. De hogyha ilyen nincs, akkor teljesen jó a sima matlak is. Ez a sima matlak, akkor ugye ezekkel matt felületet hagyunk, tehát nem fog csillogni. Hogyha valaki jobban kedveli a csillogós felületet, akkor nyugodtan le lehet lakkozni ezzel a Puring lakkal, ami fényesre szárad, és ezzel is gyönyörű lesz. Azt döntsétek el ti, hogy melyiket kedvelitek jobban, a matt felületet vagy a fényes felületet. Megmutatom majd készen, teljesen készen én is. Most még én is megvárom, amíg megszárad rajta az összes festék, és aztán le fogom lakkozni a matt lakkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Remélem tudtam mutatni egy kis hasznos festegetési módszert.
Köszönöm szépen, jó volt újra itt lenni. Sziasztok, jó alkotást, vigyázzon mindenki magára, és kitartást, és alkossatok szépeket, és aztán mutassátok meg. Sziasztok!